Új házakat építenek Szegeden, nem túl gyakori látvány az országban, idén szeptemberig mindössze 4600 új lakás készült, ezek mindegyikéhez előzetesen építési engedélyt kellett szerezni az önkormányzattól, beköltözni pedig csak azután lehetett, hogy a használatba vételi engedélyt kiadták az épületre. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés azonban hétfőn úgy döntött, jövőre az önkormányzatok jóval kevésbé szólhatnak bele abba, ki milyen házat akar majd építeni. Ebben az utcában például minden ház egységes színvilágú. Ha azonban januártól valaki erre az üres telekre egy citromsárga tetejű házat akar majd építeni, abba se a szomszédoknak, se az önkormányzatnak nem lesz beleszólása. Januártól ugyanis a 300 négyzetméternél kisebb lakások esetében már csak 4 alapvető szabályt kell betartani, az épület magasságát, a telek beépíthetőségét, az utcától és a szomszédtól való távolságát továbbra is szabályozza a törvény, de az eddig szükséges engedélyek megszerzése helyett csak bejelentési kötelezettsége lesz az építőnek, az önkormányzatnak pedig nem lesz véleményezési lehetősége. Bármit építhet, mondjuk valakinek a lakása mellett. Ettől tart a változások miatt a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gémesi György szerint eddig a polgármesterek hatásköre volt az építési engedélyek jóváhagyása, így alakíthatták a települések utcaképét. A változások, azt mondja, napi konfliktusokkal járnak majd. Ez jelentheti azt, hogy akár egy 5-6 lakásos épület is épülhet kis garzonokkal, mondjuk egy ilyen beépítetlen telekre, ami megterheli a környezetet, megterheli a szomszédokat, és rengeteg konfliktus forrása lehet. Aggályosnak tartják azt is, hogy megszűnik a használatba vételi engedély, mert attól tartanak, hogy így akkor is beköltözhetnek egy épületbe az új lakók, ha az alapvető építési szabályokat sem tartották be. Az önkormányzati szövetség a törvénymódosítás visszavonását követeli, az együtt arra számít, perek sokasága indulhat az új szabályok miatt. Így ezzel egy csomó szakmaiatlan, műszakilag és egyébként jogilag is problémás épület fog majd épülni. Perek sokasága várható, én azt gondolom, a közeljövőben ezekből az ügyekből. A kormányzati oldaltól hiába kértünk interjút. Azt írták, megértik, hogy az önkormányzatok nem szeretnének bürokrácia csökkentést, de a kormány igen. Szerintük az új szabályok a lakásépítés könnyítését szolgálják.